fölcsukást, egy kis spirált, tudok oda menteni, kinyílik a menteni, begyűjtöd az erődet, vagy megszüntetod a viárást, beleesik a vízbe, kiszed a hajót, kiszállítjuk a dolgokat, és akkor volt már egy ilyen tapasztalatom. Aki szeretne, ezt lehet csinálni. Másik megoldhatatlan helyzetnek a mentelmivel való kezelése. Én remélem, hogy idén nem lesz ilyen. Tavaly volt, az előtt a tűnnek volt. Megoldhatatlan a helyzetnél, ha én úgy látom, akkor fogom mondani, hogy mentelmi. Akkor én szíves tekintja a mentelmi, hiszen mentelmi mondok. Kivéve, hogyha épp sikerült rendeződni a helyzetnek. Tehát, hogyha van egy fústár nem mer, egy spirál, akkor nem jössz ki és mentelmi dobok. Kijött a helyzet, és repülni a másra zárnak a normál helyzetben, nem kell dobni, de hogyha látod, hogy szar helyzetben vagy, és nem termét mondod, dobjál végtudás. A másik helyzet az önálló döntés. Önállóan nyilván nem akkor fogod kidobni a mentelmét, amikor hanem akkor fogod kidobni a mentelmét, mert egy olyan helyzetben vagy, amit nem tudsz kezelni, és akár én még nem mondom, azért nem mondom, mert ha egy kilométerre vagy fel, például megint csak nem fogom látni, hogy betisztelítél. Szerintem nem csak én, senki nem látja, egyik véle sem. Tehát, hogyha mondjuk egy fústából betisztelődtél, én azt fogom mondani, hogy engedd fel a féket, találd meg a stabil pontot, mert én azt látom, hogy ez elég mind folyó. Ha te látod, hogy gond van, nem fog kijönni, dob ki a mentelmét, jó? Többi helyzetet nagyjából látom, betisztelődést nem látom, de ha valami olyan helyzet van, akkor te úgy érzed, hogy nem tudod megoldani a helyzetet, nyugodtan kidobhatod a mentelmét, olyan helyen vagyunk, ahol valószínűleg nem lesz semmi baj, és önállóan is lehet kidobtani, egy olyan helyzetben kerülsz. Jó? Valószínűleg nem fogtok ilyen helyzetbe kerülni, azért legyen meg ez fejbe, mert lehet, hogy nem működik a rádió, lehet, hogy nem hallod a rádió, lehet, hogy nem hallod, hogy bármi történhet, úgy érzed, hogy nem tudod megoldani a helyzetet, úgy érjük egyébként repülésre, itt is ki lehet. Ilyen a többszörös tíz, vagy esetleg a letörés. A letörés, ugye amikor befűződik az erdőd és elkezdesz letörögni, azt ugye látni fogom, de nyugodtan dönthetsz el is úgy már. Ha túl erős és spirált érzed, hogy elállulsz, nem bírod kivezetni, akkor is lehet. Meg esetleg történik valamilyen felszerelés sérülés, amit én nem látok, és úgy ítéled meg, tényleg szerintem nem lesz, tehát ilyen még nem volt soha. Olyan volt, hogy valaki átmegyült egy erdőn és a másik erdőjén, Törökországból ugyanis ez valamelyik kezdődőkor benne volt, de itt Gardatónál szerintem ilyen nem lesz, hogy valaki átmegyült az erdőben. Kivitelezés, hogyan dokumentálni? Az első nagyon fontos dolog, hogy tudhatja, hogy olyan mentelmű fogantjuk. Ugye ezért szoktuk mindig javasolni azt, minden repülésnél, repülés közben, amikor éppen a startutában elindult pillanatok, nyújt a mentelmű fogantjukra. Ha minden repülés közben, minden startután ezt megcsinálod, akkor tudni fogod, hogy hol van a mentelmű fogantjuk szar helyzetben is. És nem az lesz, hogy elkezded keresgélni, hogy itt van hátul, itt van. Tehát az nagyon jó, hogyha adott szituációban rögtön le tudsz nyúlni pont a mentelmű fogantjukra és megtalálni. Ezt akkor fogod tudni, tudatosan minden repülésre ezt megcsinálod, akár úgy, hogy megérkezik, hogy csípőmhöz nyúlok, fenekemet fogom meg, combomat simogatom, hasamat, mint tudom én minek, hogy hol van. Ugye sokféle helyen lehet a fogantyú, de tudjad, hogy hol van. Következő dolog, hol legyen, itt nekem itt van a mentelmű, általában az akus belülben, megfogom, kihúzom a mentelmű, ugye mi fog történni, ha kihúzom, szétnyílnak a tüskék, vagy kihúzom a tüskéket, ugye a mentelmű tüskét, remélem azért mindenki ennyire már ért a felszereléséhez, hogy gyökér néz ki, kihúzod a mentelmű tüskéket, ezáltal kinyílik a konténer, a beülő konténer, ami mentelmű van, és itt lesz a fogantyú, ugye a mentelmű fogantyú, zsinórd el a mentelmű zsinórral hozzákötve, és utána ezt kell eldobni. A kihúzásnál arra figyelj, hogy vannak olyan beülők, sajnos, amikben nem mindegyik irányba lehet jól kihúzni a mentelmű. Ha nagyon húzod magad fele, így is nem jön ki, akkor ne abba az irányba próbálj tovább húzni, próbálj kifele húzni. Általában ez a jó megoldás, legtöbb beülőnél, hogy nem magad fele, hanem kifele húzni a mentelmét, jó? Tehát ez legyen, hogy kifele húzni. Ha nem jön ki, úgysem, akkor próbálkozz rá, ha nincsen más esélye, tehát ne adj el a hóvább menjen ki, nem húzod, próbálj meg kihúzni. De alapvetően a legtöbb beülőnél, a jó beülőnél is fog jönni. Nem tudom, akinek szuper belülje van, szerintem azoknál soha nem szokott gond lenni. Kinek van egy szuper belülje?
azon van, azzal sincsen van, szerintem ezek az independencek is jó, aztán nem tudom, hogy ez milyen van. Ezért a legtöbb, amit én szeretek adni, azok nem szokott dolgokat hozni, a tiédnél sincsen gond, úgyhogy alapvetően ezért szerintem a legtöbb ki fog jönni. Jó, kiúzod. És egy masina nagyon fontos a dobás. Jó, ne azonnal dobd el a mentelnyit, hanem jó helyre dobjad el. Nem éri meg azt az egy-két másodpercet, amit egy azonnali dobással beledobod a kupolába a mentelnyődet. Lehet, hogy egy másodperc előtt állom dobva, de beledobod a kupolába, akkor nem fog kinyílni. Inkább legyen az, hogy kihúzod, körbenézel, hogy hova dobod, és egy határozott, jól irányzott, pontos dobással dobjuk el a mentelnyőt. Hova dobjuk? Normál repülésnél oldal, hátra, felfele, minél messzebb tőle, spirálba merre dobjuk, kifelé előre. Jó? Ez fontos. Mert ha a spirálba hátra dobod, akkor spirálba rá fog tekerni, hogy bele fog menni a kupolába. Tehát igazából leegyszerűsítve mindig magadtól távol, oldalra kifele dobd. Spirálnál inkább egy kicsit előre, normál repülésben inkább egy kicsit hátra. Jó? Fontos az, hogy nem az, hogy kiúzzuk le, hogy elejtjük a mentőerőt, akkor nem fog kinyerni, vagy nagyon későn fog kinyerni. Egy dobás legyen messze, inkább készítsd elő, inkább legyen az, hogy legyen erre idő, csak cselekedjél. Jó? Utána a főernyő kezelése. Nem csinál semmit, a főernyővel lesz egy ernyő, lesz egy mentelő és viállásban, kerültől tudjuk az a viállás, ilyenkor együtt ernyő se fékez igazán. Mivel a főernyőt betlenedül a repülésre bírni, mert ott a mentelőd, azért a főernyődet kell begyűjteni, hogy valamit csinálni vele. A főernyődet egy momentumban tudod begyűjteni, akkor, amikor kidobtod a mentelmét, érzed, hogy így bepuszált a megfeszül a mentelmét, akkor egy pillanatig nem lesz teljesítő elmélyed. Ha ilyenkor gyors vagy, vagy a fékekkel, vagy a stablakon, vagy valamelyik szél sázsimorral, begyűjtöd és megfogod a kupolát és villámgyorsod a begyűjtő alsakhoz. Erre mondtam, hogy egy másodpercet. Amikor megcsinálsz, hogy be tudod gyűjteni a kupolát, ha már megfeszül a kupolát, nem fogod tudni begyűjteni, nincs akkor sem rész, akkor egyszerűen szépen a fékeket feltekered a kezedre, fúcsdába húzod az erdőt, és akkor a viállás vagy sokkal kisebb viállás lesz, hogy a fúcsdába mennek az erdőt. Lehet, hogy a pésdába is mindig, de mivel a fék a kezedre, akkor szerintem ezt a legegyszerűbb csinálni. Jó? És utána készülsz az érkezésre, hogyha találni érkeznél, ami nem a tréningben lesz, akkor ugye összezárod a kezedbábad, kicsit hajlítod, és szépen amelyik irányba jön a föld, tehát ugye körkupolás mentén, hogy valamelyik irányba fogja elsodolni a szél, abba az irányba próbál kigúgulni az esélyt. Itt egyszerűen csak egy várat, hogy érjen a víz, vízbe csopansz, és pár másodpercen, 10 másodpercen belül megérjen, akkor az a mentő hajó. Lesz rajtatok mentőhajó, persze, és lesz mentőhajó, vagy egy vagy kettő, tavaly volt, kettő is volt, amikor sokan voltak. Azért mindig a gardatóhoz, azért fizetünk napi sok emberünk nekik, hogy egy profi csapat, aki ezt csinálja évek óta, azt szedjen ki minket. Úgyhogy ezt kiadjuk albára, akkor az ázsaknak megbízhatóbbak. Nyilván olcsóbb lenne a tényünk, ha indulnék egy motorcsónakba, de se gyakorlatom nincsen rá, sem motorcsónakon, mert nem hiszem, hogy én ügyesebben tudok kimenteni, mint aki ott van. Tehát gardatónál ez nagyon jó profi gumicsónakokkal létrával, mindenhol ott van. A gázon odajönnek. Ha látják egyébként már, hogy nem fogsz kérni a partra, nem várják meg, hogy vízbe érkezzél, hanem elindulnak. Talán neked volt ilyen állni, nem tavaly, állj egy kicsit alacsonyan helyezkedett be, látom a motorcsónakos, hogy nem biztos, hogy kiért. Nem az volt, hogy biztos nem ért, lesz, hogy nem biztos, hogy kiért. Oda ment és ment alatt, és szépen kísérte a partra, kiért az állni, mert ha nem ért volna ki, akkor 10 méterre ért. 10 méterre lett volna. Nyilván, hogyha nagyon magasan, 1000 méterre dobsz mentőernyőt, erős völgycél van, 30 kilométeres. Nyilván 1000 méterre az el fog sodolni, a motorcsónaknak is van egy sebessége. Tehát ha nagyon magasan csinálod ezt, akkor kell egy kis idő, míg odaér az egész biztos, de viszonylag hamar, egy-két percen belül szintén mindig odaértek, és van rajta mentő menni, tehát elmentek nem sülhetsz el. Jó, felvételek. Megpróbálunk csinálni külső kamerás felvételt, jó? Itt mindig az van, hogy akkor lesz külső kamerás felvétel, ha valaki videózik. Ezért nem szoktunk külön egy plusz embert kivinni, mert akkor sokkal drágább lenne a dolog. De van olyan kísérő, aki egy kicsit kamerázik, mondjuk az első két ember,
kamerával, meg valamelyik tudunk átveszi a kamerázást, akkor lesz külső felvételünk. Ha ez nincs, én nem tudok egyszerűen videózni, meg irányítani, és nyilván az irányítás fontos. Jó, hogyha van felvétel, külső felvétel, másikben tudok hüvet elemezni, de ez lesz kell, hogy legyen valaki, lesz egy két kísérő, hát meg tudjuk beszélni valakit, az első két embert felvegye, hogy is ott van, lesz a jó gondolom. Utána, ha valaki átveszi és kamerázik, akkor azt tudjuk felvétel csinálni. Jó kamera, meg jó állat, ez van. Ez van. Nyilván nem tudom, ki kamerázott már két év előtt ilyen nagyon messzi sikerülés. Néha a kamera elveszti az élességet, mert nehéz megtalálni, de azért leszünk. Ha valaki felveszi belőle a GoPro-val, vagy valami ilyesmivel, az jó. Azzal is nagyon sok információt lehet. GoPro-t ugye, de ide szokták napni térdre, esetleg hogy leesni, hogy mit csinálod, vagy cipőre. Ott van a legkisebb esélye beakadásnak. Ezért be tudok adni, úgyhogy figyelni kell. Ha vannak videók, akkor valamennyire ki tudjuk ezeket értékelni. Akár a testtel, ha valami kérdéses volt, akár túlag, és el tudjuk ezeket nézni. Vagy közösen, hogyha volt valamilyen, aminek van tanulság, hogy akár egyébben odaérsz fel, mint a különböző nézd meg, vagy volt az volt. Gyakorlati tudni való. Jó. Mindig lesz egy biztonsági doboz, ahol csináljuk ezeket a manővereket. Tehát úgy kell elképzelni, mondjuk, hogy itt a head, a laptopon minden is tartozik el, itt van a barlangtól végig, például az egyik irányba a félszél, de utána a másik irányba nem. Reggel elrögtünk, éppen mindig elrögt a félszél, tehát reggel kifogjuk meg a hartó felé, mert van a félszél, a északi bőrt szélünk még lefele, ugye helyi szeretbe fogunk, erre repülsz ki, szép irányba beállsz, és nyilván ugye manővereket csinálva, hogy hátra sodulsz, úgy fogsz beérni a leszállóhoz. Lesz egy pont, amikor átfordul a szél, akkor lesz egy kicsit trükkösebb, akkor egyenesen kell majd kirepülni, akkor lesz nézelődni, hogy merre szállnak le. Én után öncél lesz, ugye úgy szépen fel a hegyek felé, akkor pedig majd balra, elcsizine felé fogunk startolni, átbeszünk ezeket is majd ott, és akkor értsétek, elrepülünk jó messzire, le fogtok repülni jó messzire, hiába lesz itt a leszálló, azért fogtok ide repülni, mert hogy veszitek, hogy csináljátok a manővereket, szépen így fogtok közeledni a leszállóhoz. Hogyha ide repülsz ki, és úgy csinálod a manővereket, akkor eltávolodsz a leszállótól, és a szembeszélbe esélye van veszteni a leszállót, tehát azért van, hogy erre lehet oda kell figyelni. Tavaly volt egy valaki, aki nem úgy repült ki, amelyhol kellett volna, neked kell leszállók a vízbe szállt. Ez van. Vízbeszállással nem lesz meg baj, csak nem tudok okolni. Úgyhogy erre kell figyelni. A biztonsági doboz az azt jelenti, hogy abban a helyzetben, abban a dobozban ott gyakorlunk, abban a dobozban, hol nem tudsz partra szállni. Tehát annyira be kell repülni a víz fölé, hogy ott onnan ne tudjál partra szállni. Tehát nehogy az legyen, hogyha mondjuk megtrenjél, akkor a partra érkezzél meg, hogy a biztonsági dobozban belegyél. Azért mondom ezt el, hogy tudjuk azt, hogy ez reggeltől délutánig akkor felől majd más az idő irányába fog ez a dobozni mozogni, nyilván ugye a szélinát figyelembe évez. Ugyanaz, mint ahogy tervezed a leszállást, ez a biztonsági tölcs, hogy mindenhonnan kiérjél ugye a leszállóba, itt is ezt kell majd figyelembe venni. Fogunk kapni mentőmellényt, úgyhogy lesz mentőmellény, aki szeretne, az is a járat hozhat, akinek van ilyen felfújó patronos mentőmellényen hozhat olyat, elméletileg. A protektort van, aki azt szokta mondani, mert sokan ezt szokták mondani, és ez a magyar szabály, hogy kisz kell szedni a protektort a biztonságtechnikához, azért, hogy amikor vízbe esel, akkor ne legyen az, hogy a protektor felforgat, hogy a protektorban levegő van. Én ezt nem fogom megkövetelni tőletek, mert se a külföldön nem veszik ki. Lehet, hogy a vízbeérkezésnél az jobb, ha nincs protektor, de egy elrontottság, de egy elrontott leszállástál, amire nagyobb esély van, de sokkal nagyobb esély jelent. Ezért van mentőmellényünk, ezért van csónakunk, hogy ne legyen gond, de azért a vízbe szálltál, tudod azt, hogy ez fel fog fordítani téged, mert így oldalra rá lehet kardolni a protektorra valamennyire, és akkor nem fogod ezt befordítani, de a jó mentőmellényel eddig senki nem fog megfordítani a protektorra. Jó? Aki szeretné kiválni, de ez a miatt én nem tartom ezt javasoltam. Ha vízbe érkezünk, akkor a felszerelés meg fogja tartani a protektor.
nem mentelművel, tehát látod, hogy biztosan nem fogsz kiérni, akkor meg sokkal jobb kicsatolni magadat, és kiugrani egyébkelen a belülből. Jó? És ugye vízbe úgy szállunk, ha lehet, hogy hátszélbe, hogy a termény elvessen, hanem ugye beváltódja a hátszélbe, látva. Belépő nyilások, és akkor aztán van egy valamennyire, és nem lesznek ott a sínyek. Jó, tehát ha nem érsz ki, akkor az utolsó 10 méter, amit minden a hátszélbe fordulatsz, itt ugye ott mindegyben nem fogod bemutni magad jobban, és ha lehet csatolni magad jobban is volt ki. A csatlókat feszülés alatt nem tudod kicsatolni, tehát úgy tudod, ha összenyomod a lábad, de lehet, hogy általában nem feszülnek, de a hasamedet csak összenyomod, akkor tudod kicsatolni. De elméletileg nem tudom. Rádió. Mindenkinek legyen működő rádiója, hogyha nem működik a rádió, nem tudom mit csinálni. Nekem remélem, hogy fognak működni a rádióim. Drága jó rádióim vannak most már, amik sajnos ezek a PNR rádiók nem mindig kompatibilisek egymással, nem tudom mit csinálni. Ezek most már, amik vannak nekem, ilyen 45 ezer forintos PNR rádió, próbáltam a legjobbat megvenni. Van, aki ezt nem hallja, van, aki a másikat nem hallja. Próbálkozzunk majd, hogy működjön, remélem működni fog. De minden esetre legyen elemed a rádióba, legyen tölthető, vagy legyen tartalék elemed a rádióhoz, hogy tudjad működtetni. Ha van hozzá headsetet, lehet hozni headsetet, az nem annyira rossz, akkor egy kicsit jobban hallasz, de akkor figyelj, hogy ne esik ki a headset a fületből. Ezt érdemes akár most hétvégére is neki próbálni, vagy előtte, mert ha kiesik a headset, akkor viszont semmit nem fogsz hallani. Jó? Úgyhogy rádióról ennyi. Cuccoknak érdemes valami vízálló dolgot, hogy egyrészt nem érdemes túl sok cuccot felvinni, mert a vízbe sem, akkor minden vizes lesz. Amiket nagyon szeretnél, hogy ne legyen vizes, Decathlonban ismerősökkel lehet szerezni, vannak ilyen kis vízálló tasakok, 2-3 ezer forint, telefonodat, tárcákat berakod, többi jönnek a kocsit, vizes lesz, az nem nagy gáz. Minden esetre azért erre készüljél valahogy, hogyha vízbe sem, akkor vizes lesz. Jó, tehát ilyen vízálló táskát kölcsön lehet venni, tényleg lehet venni a Decathlonban kolcsó, csak valamire figyeljél. A rádiót biztos jelentik. A rádió az a rádió. A rádió beszoktuk rakni nylonba, viszont majd nylon, meg egy gyors kötözővel lekötjük, de át kell figyelni, hogy el tud látszani. Jó? De elázás után is egyébként volt el rádió, kiszállítottál is működött. Tehát inkább a varió nem biztos, hogy kell, ha akarod, akkor lehet, a varió az. De ezek a kiszáradnak, csak tudod, hogy valamelyik működik, utána valamelyik nem. Oké, személy feltételek, ez lesz az utolsó. Nyilván kipihenten, odafigyelve, kevéssé vagy nem másnaposan lehet ezt csinálni, és nem vagy ott, nagyon könnyen megütheted magadat. Tehát, itt most főleg, amikor a tréninget csináljuk, nem érdemes, hogy akár emiatt úszom el egy napot, nem érdemes, hogy emiatt legyen baleset, hogy nem tudj odafigyelni, úgyhogy légy szíves, ezt tartsátok figyelembe, valaki nagyon nincs állapotban, én simán megmondom, hogy bocs, de velem nem fogsz tréninget húzni, és én szeretném, hogy összetörd magadat, meg nekem is egy jó élmény az, úgyhogy erre figyeljetek oda. Utolsó este volt, ahol egy kis elhajlás, néhányaknál, utána ők másnap nem repültek, mondjuk az már kisebb baj, hogyha az, amikor nem repülsz, de mindenki ezt légy szíves felnőtteknek, gondoljátok át túl és figyeljetek oda, pihenni is kell, pihenni nagyon lehet, fejben nagyon sokat lefáraszt az embert, ha más útől ráfáradtál, akkor sem muszáj, szólhat, stb. Úgyhogy erre figyeljünk oda. Nekem ez egy nagyon stresszes hét lesz, főleg így, hogy két csoport lesz, én is ideges vagyok. Kettő, miközben irányítok, én nem tudok másra figyelni, de miközben irányítok, légy szíves, ne gyertek oda hozzám, mert nyilván biztos, hogy fontos dolgot akartok megkérdezni, de ha másikat kell irányítanom, akkor te lennél ott, akkor te sérülnél így nem figyelni, mert valaki bejönne, hogy mi van a rádióval, hogy kerítsen ki az erdőmet, mikor megyünk vissza, stb. Úgyhogy légy szíves, erre figyeljetek majd, hogy én ott dolgozok, és figyelek arra, aki én így irányítok, úgyhogy amikor felállok, majd mint én szünetem, akkor szívesen beszélek veletek,
de amikor a másikra kell figyelni, akkor nem tudok. És néha olyan problémában is el szoktanak küldeni titeket, nyilván ezt megértitek. És az is jó egyébként, amikor odajöttök hallgatni az irányítást, mert kamerázni egy ember, míg egy ember kamerázik, addig jó, de odajöttök és elkezdtek beszélgetni körülöttem, meg enni, meg zörögni, akkor megint csak nem tudok figyelni, úgyhogy légy szíves, majd erre figyeljetek oda. Jó? Úgyhogy azt hiszem, hogy tréninggel ennyi lett volna az, amit el akartam mondani. Nem tudom, hogy van-e kérdés, de nincs. Alapvetően ugye úgy fog kérdezni, hogy az odaúton kifele menet valószínűleg tudunk repülni, olyan idő lesz diakon, vagy valahol, vagy nem, meglátjuk, akkor ott repülünk. Két nap tréninget szervezek, ami azt jelenti, hogy ha jó az idő, akkor két nap alatt négy körünk lehet általában. Tavaly volt, hogy csak két kör volt, két körből is nagyon sokat meg lehet húzni, hát gyakorlatilag ez Európában a legmagasabb hely talán. Tehát röviden is hasonló magas, de akár két körben is bele fogják nőni. Ideális esetben az öt napból három nap van, amikor tudunk nőnkezni, jól. Ideális esetben a háromból a két legjobb napot kiválasztjuk, ami időjárás szempontjából a legjobbnak tűnik. Nagyon rossz esetben akár még az utolsó este is lehet, vagy utolsó nap is lehet, és akkor kicsit később lehet haza. De alapvetően két napot szeretnénk tréningezni, és a maradék egy napban meg akár elmentünk valahol repülni, aki bírja. Tavaly elmentünk, tavaly nem volt annyira, inkább ilyen kis lecsipszás kis termékelés volt, tavaly előtt nagyon nagyot repültünk, de volt, aki nem jött, mert fáradt volt, és inkább jönni akart, vagy el akart menni mászni, vagy nézelődni akart, tehát tervezünk, meg akár hazajutom is lehet repülni fel. Jó? Aki busszal van, azoknak meg lesz oldva valahogy, aki utazás, aki buszban kérte magát, ugye aki az első oszlopban van a táblázatban, azt hiszem az van buszban. Valószínűleg az lesz, hogy bírnunk majd két napra egy buszt, és akkor az egyik csapat kijön azzal a busz, tehát kimegyünk az én buszommal, kijön a másik csapat egy busszal, tívjön azzal hazamentek, és majd valaki vissza-vissza a kölcsönzősnek, és akkor csak két napra kell, vagy három napra bírálni egy buszt, és hazafele azért jövünk az én buszommal. Ezt még gyorsan átgondolom a napunkban, és még annyi a gond, amit én elmondottam, de ezt is kitaláljuk, hogy hogy legyen, hogy a két csoport egy éjszakával egymásba csúszott még, és nyilván nem tudnék duplanjan, ezt még a napokban kitalálom, hogy lesz. Ugyanúgy lesz egyébként mindig, ahogy szoktuk, hogy lesz egy ilyen tugat csoport a Facebookon, és akkor ott megírom az infókat, hogy lesz. Jó, annyi van még ott, hogy lehet venni egy alkalmas bérletet, meg napi bérletet. A napi bérletet, ha már tudunk két kört menni, akkor megírja napit venni, ha csak egyet, akkor nem. Ezt napra elég nem tudom megmondani nyilván. Ha jó az idő, akkor alacsony felvállalni a gond, hogy felvállalát kell startolni, meglátjuk. Tehát ez mindenki adott, hogy ilyet, hogy jött akar. Mindenhol fizetni kell a parkolásért, sajnos már csak az időben, nem keveset. Úgyhogy erre készültek, hogy az autókkal, amikkel jöttek, parkolást kell fizetni. Amire készültük el, sajnos, hogy nem tudunk a felvonó alsó állomásától felmenni, hanem fel kell menni minden körülben a fél állomásig, és ott vagy ott hagyni egy autót, vagy én a buszban nyilván lejövök, de a buszban nem fog mindenki beférni, tehát valószínűleg úgy fogjuk, hogy felmenjünk a busszal meg egy autóval, ott hagyjuk az autót, lejövünk a busszal, és akkor utolsó kör után visszamész felvonóval az autódért. Úgyhogy ez lesz. Azért nem tudunk alulra menni, köszönöm, Jusszok, mert alul annyi turista volt, hogy három órát tessünk rá. És ezt nyilván nem akarjuk kivárni, fennek 10 percet. Úgyhogy nyilván ezt tudjuk csinálni, a költség nem lesz ettől jobb, de tudunk haladni. Úgyhogy még ez lesz. Szállásunk már van, az ági intézet, 10 kilométerre, ahol szoktunk lenni, ott veszünk magam a kempingre. Kemping mellett van bolt, van egy nagyon jó pizzéria a kemping mellett. Kempingtől 100 méterre van a tó, lehet fürdeni. Úgyhogy igazából egy ideális szállás. Kempingbe lehet sátrazni is. Nem tudom, hogy lehet kérdés. Ja, hogy a csoportok az már fix, tehát a jelenlőbb zérdok. Hát írtátok be magatokat, úgyhogy alapvetően fix, mert így vagyunk. Ugyanannyian, meg így vannak a szállások. Ha most valakivel cserélsz nekem, az több mindegy.
Ja, nem, nekem oké, csak... Csak nagyjából így van. Igen, mert hát így van a szállási, tehát a kiutazás. Jó. A kérdés van, én most elutazom, szerdától pénteni dolgozom meg, de péntektől nem tudok, a két végül is veszem. És hát ne fejeződjön be ilyen unalmasan az egész este. Ki az a Gyuri meg az Ági, most szerezték meg az erdőtúrán mindketten az ágispárjukat, úgyhogy sok szeretettel gratulálok. És ott a torták, ugyan késő van, de az Ági ezért késít el az előadásról, hogy nem torta. A Gyuri az életében először sütött sütit, nem gyakorolt rá, úgyhogy érdemes szeretem.